A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, a mai témánk természetesen az aratás, hiszen rövidesen befejeződnek a betakarítási munkátok. Vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, mezőgazdaságért és állattenyésztésért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntök. Tiszteletem mindenkinek. No, végéhez közelednek a munkálatok, ahogy itt a bevezetőmben elmondtam. Hát fontos, hogy egy kicsit megnézzük, hiszen az árpa aratása az befejeződött, a búzára még várnunk kell egy keveset, bár ahogy a híreket olvassuk, lehet, hogy az már kint marad, az a 30 ezer hektár körül. Nézzük meg a búzát, ugye a legfontosabb kenyérgabonánk az mindig meghatározza egy-egy agrárgazdaság létét, életét. Ugye azt tudjuk, hogy meglehetősen változékony volt az időjárás, nem használok más jelzőket, keményebb jelzőket, de valóban megviselte ez az ültetvényeket, és aggodalommal figyelte mindenki. Ugyanakkor ennek ellenére, ahogy olvashatjuk, azért olyan nagy gond nem volt. Igen, minden viszonylagos. Én onnan kezdeném, hogy a nyári betakarítású növények vonatkozásába, a repcét is beleértve, országosan 1.777.000 hektáron vetettek ilyen növényeket, és hát ebből ez a bizonyos mintegy 20 és 30 ezer hektár közötti mennyiség marad valószínűleg kint a búzából, hiszen a viharok olyan erőteljesen tönkretették, meg némelyik területen víz alatt van, hogy nem lehet betakarítani. Tehát igazából így országosan 1777 helyett, ugye mínusz 30 ezerrel számolva 47 ezer a vége a hektárszámnak. Gyakorlatilag a búzának a mennyisége az 5,6 hektár, már tonna per hektár lett, és nagyon jó mennyiség ez a tavalyi iszonyatos évszázados vagy évezredes aszály után. A minőség viszont kívánnivalót hagy maga után, hiszen eddigi években általában a malmi búza volt több, tehát euró és malmi búza, és kevesebb a takarmány. Most ez megfordult. Ennek több oka is van. Az egyik nagyon lényeges, hogy a talaj az egy csodálatos biodiverzitás. Az egy élő lény, ha úgy tetszik. És gondoljuk el, amikor tavaly majdnem szomj halálán volt, hiszen már a talaj kolloidok is vízhiánnyal küszködtek. Mondtam is tavaly, hogy az első 30-40 millimétert még a növény nem fogja tudni felvenni, mert egyáltalán a talajkolloidok feltöltődnek vízzel. Ezt követően a iszonyatos input áremelkedések vonatkozásával sok helyen részbe vagy egészbe elhagyták a műtrágyázást. Na most egy talaj, amelyik szomjúhozik egy éven keresztül, majd még a tápanyagot sem teljesen pótoljuk. Hiába kap elég vizet, nyilván nem tud mennyiségbe, genetikailag hozta a mennyiségeket, de minőségbe nem tudta ezt beváltani, hiszen nem volt miből. A talajoknak a tápanyagkészlete is ugye véges ilyen értelemben, és hát a pótlása sem teljes mértékben történt meg. Ez ugye, bocsánat, ugye ez 1 millió hektárról van szó, körülbelül búza vonatkozásában. Ez 1 millió hektár, és hát kevéssel kevesebb ugye, ami kint van, de igazából itt a figyelembe véve ezt a mennyiséget, ez bőven az ország kenyerét biztosítja, és exportra is lehetőséget ad. Itt viszont azért látni kell, hogy nagyon élesen elválik most az áratakarmánybúza és a malmibúza tekintetében. Eddig mindig panaszkodtunk arra, hogy
alig van különbség, és sokan le is tettek az étkezési búzatermesztésről, mondván, hogy a takarmány sokkal több hasznot hoz. Hát idén ez nagyon lényegesen megfordult, és még tovább növekszik. Tehát a búza tendál a 70 ezer forint és a fölé, tehát annak a malmi búzának a áremelkedése az valószínűsíthető, addig a takarmánybúza vonatkozásába pedig inkább stagnálás, de leginkább csökkenés van folyamatban, és várható is. Ezt úgy szoktam mondani, hogy jelenleg olyan látszatárak vannak, mert igazából nem keresik a takarmány búzát. Ugye volt olyan problémánk, emlékszünk rá, számtalanszor beszéltünk róla egyik oldalról, ugye az input anyagok drágulását azt már kiveséztük, ugyanakkor az ukrán búza helyzet is alaposan megnehezítette itt mindenkinek a dolgát, mármint gondoskodó tisztelettel kellett tekinteni a jövőbe, hiszen amíg az ukrán búza itt volt és elárasztotta az európai piacot, addig ez nehézségeket okozott, valljuk meg. De aztán kiderült, hogy a változékony időjárás ellenére ez az 5,6 tonna hektáronként ez jó, hiszen ez 5,6 millió tonná körül alakulhat a teljes termés, miközben tavaly 4,4 volt, úgyhogy az azt mondom, hogy jó. Tehát az sokat segített, hogy az ukrán búza nem árasztotta el az országot, illetve a térséget? Igen, a hazai raktározásnak mindenképpen jót tett, mert ha most megnézzük a átmenet készleteket is, nagyjából az országban a következőképpen néz ki. A nyári betakarításunk növények, mindent, borsót, repcét, mindent beleértve és az összes kalászost, az nagyjából olyan 9 millió tonna termést jelent. A ősziek, ugye a két nagy csúcs, a napraforgó és a kukorica, a várható termésátlagokat figyelembe véve a napraforgó az olyan 2 millió tonna, a kukorica pedig olyan 6 millió tonna körül fog kialakulni. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 9 plusz 8 az 17 millió tonna termésre számíthatunk. Az átmenő készletünk, ami raktárban van, akár azért, mert nem lett eladva, akár nagy Isten, ugye itt maradt ukrán gabona van, az egy olyan 4-6 millió tonna közötti készletet jelent. Országosan mintegy 20-22 millió tonna jó minőségű raktárkapacitás áll rendelkezésre. Ezen kívül 4-5 millió tonna az a kényszertároló vagy tartaléktároló hely, valami kevésbé magas színvonalon, de eltárolható átmeneti tárolókba a termény. De hát ugye, ahogy említettem, ha a 17 millió tonnához hozzátesszük ezt a 4-5 milliót, akkor is úgy néz ki, hogy jó minőségű tárolókapacitással rendelkezünk a megtermett terményeink elhelyezése vonatkozásába. Nem igaz az a helyzet viszont, hogy ez az ország minden táján azonos módon áll fönn. Tehát regionálisan igenis lehetnek elhelyezési gondok, de az országban van annyi tároló, ahol ez a termésmennyiség elhelyezhető. Az ukrán gabonára visszatérve pedig, ugye az egy szerencsés helyzet, hogy itt most nem landolnak ezek a készletek. Viszont azért ne feledjük el, hogy a itt meglévő országok, aki hát egész pontosan Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária, aki szeptember közepéig megkapta a jogot arra, hogy nem fogad ukrán árut, viszont az összes többi ország fogadhat. Tehát az exportpiacaink alaposan szétzilálódtak, hogy finoman fogalmazzak. Tehát akár a németországi, akár a volt jugoszláv tagköztársaságbeli, bosnyák, szerb, egyéb piacokról most ne is beszéljek, olasz. Hát ezek gyakorlatilag megszűntek. És abból is látszik, hogy július végéig az országot csupán időzelnyit
és bezár, mert mindenkinek a számadat mást mond, 2,5 millió tonna hagyta el szemestermény vonatkozásába. Tehát nagyon kevés az, ami exportként el tudja hagyni az országot, és egy egészen alapos piaci átrendeződés, átstruktúrálódásnak vagyunk a tanúi. Tehát amikor arra törekszünk, hogy ezt évvégéig hosszabbítsuk meg, nem alaptalanul, ez egy dolog, de ettől még az exportpiacunk nem fognak megnyílni. Igen. A árpának a iszonyatosan alacsony ára, mert most már 40 ezer forint alá is bekandikál időnként, az okozza, hogy Ausztrália teljes mértékben kiszolgálja a Kína árpa szükségletét. Eddig ugye Kína felvette csomó árpa mennyiséget, most a ASEAN és egyéb országokkal, a katonai tömbökkel megegyezett Ausztrália tengeri útvonalak biztosítása vonatkozásába, és ellátja árpával Kínát. Tehát nagyon-nagyon figyelnünk kell, hogy kiszorulunk az Európai Unió ezekről a nemzetközi piacokról, hiszen ahogy nem ment az ukrán gabona és Európában landolt bizonyos árkülönbségek okán, abban a pillanatban Észak- és Közép-Amerika elfoglalta az ukrán afrikai piacokat. Azonnal betelítette, mert hát nyilvánvaló neki is érdeke a saját termények adása és eladásának a biztosítása, és ezért Európába a 70 millió tonna ukrán kivitelből 40% landolt. Tehát 70 millió tonna szemestermény hagyta el, tehát gabona hagyta el Ukrajnát, és ennek a 40%-a az Európai Unióba került. És ne feledjük, független ez attól, hogy az ukrán búza, valljuk meg, tehát a számtalan bizonyíték van rá, minőségben nem vetekedhet a mi búzánkkal, vagy itt a környező öt országról beszéltünk, ugye, akik megkapták a lehetőséget, hogy az ukrán búzát ne kelljen befogadni. És ennek ellenére mindenki veszi, tehát érdeklődéssel néztem, hogy Olaszországban is valóban ukrán búzából készül mindaz, amit mi csodaként fogadunk el majd ott. Ennek ellenére megveszik. No, de akkor folytassuk. Igen, bocsánat, hogy közbevágok, de azért teszem ezt, mert lehet, hogy egy ilyen kerekasztal megbeszélést is lehetne itt folytatni az ördekkel. A zöldekkel, akik ugye azt mondják, hogy azért kell betiltani nagyon sok hatóanyagot növényvédőszer vonatkozásába, mert pár gammányi is káros az ember egészségére hosszú távon. És most egyszerűen azt mondják, hogy szermaradványmentes a ukrán gabona, ami így igaz, de amit szoktam mondani, hogy szermaradványmentesen mi is tudnánk termelni. De ha azért tiltottuk be, mert ez káros az emberi egészségre, akkor teljesen mindegy számomra, hogy ez ukrán gabona, vagy dél-amerikai nátszukor. Nem szabadna az Európai Unióba forgalmazni, hiszen hogyha az káros az ember egészségére, akkor miért teszünk ilyet saját magunk, gyermekeink, szüleink asztalára? Miért teszünk olyan terméket, és miért mondjuk azt el, hogy kérem tisztelettel, hogy ez szermaradványmentes, nem szermaradványmentes, hiszen pont a zöld szervezetek álltak ki, hogy veszélyt jelent az ember szervezetére, és veszély alapon szüntettették meg ezeket a hatóanyagokat. És én továbbra is mondom, hogy igenis el kell kerülni ezeket a terményeket, hiszen ha hiszünk a zöldeknek, és nincs okunk nem elfogadni az ilyen intuícióikat, akkor most mitől lehet ezt fogyasztani, és mitől lehet az asztalra tenni? Igen, érdekes kérdés. Azt hiszem, hogy ezt valóban egy kerekasztal beszélgetésen kéne feltenni, mert nyilván nagyon sok-sok válasz létezik, de a legtöbb politikai és gazdasági és a háború árnyékában élünk, azt pedig ne feledjük. Folytassuk az őszi árpával, hiszen az őszi árpa 100%-at betakarították. Ez körülbelül milyen minőséget hozott és mennyiséget? Őszi árpánál
hektoliter súllyal voltak gondok és problémák, ugyanolyan okoknál fogva, mint ahogy a búza minősége is gyengébb lett, ugye a vártnál, vagy az előző években megszokottnál. A őszi árpából elég szép termésmennyiség került betakarításra, országosan 5,5 tonna, majd 400 ezer hektáron került az őszi árpa elvetésre, 394, de most egész pontosan. Tehát őszi árpából köszönjük jó minőségű, idézőjelnyités bezár bizonyos értelemben, mert ennél voltak jobb évek is, de nagyon jó mennyiségű termés keletkezett, amit a takarmányipar szépen fel tud használni, de mivel sokan vetettek őszi árpát, mert egy meglehetősen megbízható növény volt, most komoly eladási gondok vannak e vonatkozásban, és az alacsony hektoliter súlyú árpákra megint csak látszólagos kereslet van. Bizony, nem tehetjük meg, hogy itt az ukrán gabona árnyékába a különféle tőkeintenzív ágazatainkat, benne a kertészet, állattenyésztést ne kezdjük el alaposabban fejleszteni, hiszen ez a fajta kitettség Ukrajna felé, ami jelenleg megvan, teljesen mindegy ilyen értelemben, hogy háború okán, vagy mondjuk várható társult, vagy uniós tagsága okán a későbbiekben is fenn fog állni. És akkor megmaradt még nekünk a mostani betakarítási munkátok során a repce. Én azt gondolom, hogy Mezőföld szívében élünk, nagyon jó körülnézni itt Fejér megyében, és hát azt hiszem a környező megyékben is. És bár kevesebbet vetettek, viszont a hozammal elégedettek lehetnek a gazdák. Fejér megyében különösen, hiszen Fejér megye úgy őszi árpából, mint repcéből is az országos átlagot meghaladóan teljesített, repcéből is azért 3,5 körül mozog a megyei átlag, az országos átlag 3,1, tehát mindenképpen pozitívan zárták a repce vonatkozásában évet a Fejér megyei gazdák is, és a Magyarországon e növényt vető gazdák is. Az más kérdés, hogy ebbe a székbe pár évvel ezelőtt mondtam azt, hogy meghaladta a 318 ezer hektárt a repce vetésnek a hektárszáma, és a betakarítás is abban az évben a kifagyások ellenőre is 300 körül mozgott, addig most 188 ezer hektár volt. Iszonyatos csökkenés, és ez az iszonyatos csökkenés semmi másnak nem tudható be, mint a különféle hatóanyagok radikális bevonásába. Nem lehet szinte a repcét megvédeni. Nagyon-nagyon sok, nem csak szakértelem kell, hanem nagyon sok forduló kell azokkal a szerkombinációkkal, amik jelenleg engedélyezve vannak. Itt azért mindig megkérdőjeleződik számomra az, hogy vajon ez környezetbarát-e annyiszor végigpöfögni a traktorral és a permetező aparáttal a földeken, mint ahogy ugye ezeken kevésbé hatékony szerek vonatkozásában van. És ez megmutatkozik a hektárszám radikális csökkenésében. Az ár hogy alakult? Hiszen az korán sem mindegy. Az ár az nagyon nyomott, tehát jelenleg olyan 160-150 ezer forint körüli áron van a repce tekintetében üzletkötés, és hát a napraforgó fog jönni, és itt is a jobb minőségű napraforgók elérhetik a 140-150 ezer forint körüli összeget. Nagyon bizakodóak vagyunk a napraforgó tekintetében is, hiszen 3 tonnás átlagtermés várható e tekintetben, és hát bizony, ugye 676 ezer tonnán vagy hektáron van napraforgónk, úgy, hogy
746 ezer hektáron kukoricánk. Igen. Tehát a napraforgó majd, hogy nem befogja lassan a kukoricát, de hát tudjuk, hogy a tavalyi irdatlan aszály azért a kukorica vetési kedvet lényegesen csökkentette. Jó, erről fogunk beszélgetni egy kicsit, a kukorica és a napraforgó, de a kisebb területen vetett kalászosok hogy állnak itt, gondolok, trikitália, rozszab és a többi? Ezek a kisebb területen vetett különféle kalászos növények szépen hozták magukat, tehát ezt a bizonyos 3-4 tonnás termés átlagokat Fejér megyébe különösen. Hát Fejér megyébe az zab szokott alacsonyabb lenni, mint az országos átlag, de hát nem is igazából zab termő területeink vannak, de ugye a tritikálé, mint a tavaszi árpa, tehát alapvetően a sörárpa féleségek is elfogadható mennyiségbe és minőségbe hozták az idei évet. Tehát a összminőségen kívül nem lehetne okunk a mennyiségek vonatkozásába panaszra. Ha azok a piaci szegmensek, amik eddig is rendelkezésre álltak a gazdáink számára, valamennyire is megmaradtak volna, vagy valamennyire is biztosítva lenne a jövőbeli kilátás. Nyilván, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is, a minisztérium is, Magosz is mindent megtesz azért, hogy ez megvalósuljon, és azok a korlátozó intézkedések valóságossá váljanak, amik biztosítják a gazdáknak a jövőbeli jövedelmi viszonyaikat is, és a megélhetésüket. Nos, tehát és akkor megérkeztünk a napraforgóhoz. Amit mondtam a repcénél, az ugyanaz vonatkozik a napraforgóra itt Fejér megyében is, teszem hozzá. Hogy áll, kell-e aggódni érte, hiszen azért valljuk meg, meglehetősen változékony volt az időjárás. Az időjárás változékony volt, viszont ha megnézzük Fejér megyébe is, de országosan is, a napraforgó táblákat nagyon biztatóak, szépen néznek ki a gazdáknak. Sikerült egyelőre megvédeni őket azoktól a gombás megbetegedésektől, ami a tányérrothadástól kezdve szárrothadásig, tehát ha hagyd ne soroljam, a szklerícium különféle formáit és fajtáit, ami károsíthatja a napraforgót. Amennyiben ez továbbra is megvan, most a deszikálási időszak jön, és remélhetőleg kevés taposási kárral, később pedig szélkárral, ugye mert a napraforgót azért nagyon komolyan megdöntheti, akkor meg van száradva a szél, főleg, hogyha felázik a talaj és túl nedves, akkor könnyen ki tud a napraforgó fej súlya miatt fordulni. Tehát remélhetőleg elkerülnek továbbra is bennünket azok a kedvezőtlen időjárási körülmények, amik csökkenthetik ezt a termést, hiszen ha megnézzük, hogy ha csak 10%-os terméscsökkenésről beszélek, az nem kevés, ugye, ez a jelenlegi árakon is számolva 29-30 milliárd forintnyi összeg, ami kikerülne adott esetben a gazdák zsebéből, hogyha kedvezőtlenre fordulna az időjárás, és csak 10%-ról beszélek. És a kukorica maradt a végére. Én azt hiszem, hogy ezt is nagyon várjuk, hiszen ahogy beszéltünk a búzáról, a kukorica az őszi betakarítási munkátok során a legfontosabb mindenképpen. A kukorica a legfontosabb, és a kukorica lesz az a növény, amelyik beltartalomba is, mennyiségbe is rendesen fogja hozni magát, ahogy kinéz, és természetesen a kukorica egész növényből készített szilázsok, silók is megfelelő, kukorica szilázsok megfelelő mennyiségbe és minőségbe fognak az állattenyésztés rendelkezésére állni. A várható termés mennyiség az egy 8 tonna körül mozog, és így nagy valószínűség szerint ugye 5,9 millió tonna, 26 millió tonna az a mennyiség, ami várható kukoricából, aminek
hát egy része ugyancsak exportra tudna menni. Reméljük, hogy ennek a minőségű kukoricának, hiszen egyelőre a toxinok sem bántják, hiszen az időjárási körülmények e tekintetben kedvezők, lesz helye és lesz kereslete. Természetesen itt is azért nagy mértékben függünk az ukrán gabona esetleges bejövetelétől, illetve hát ugyanúgy az export piacoknak a meglététől. Egy viszont számomra továbbra is nagy kérdés, és lehet, hogy ezt is érdemes megkérdezni nagy kereskedőktől, hogy eddig ugye a Matif-tól, mint a francia a tőzsdétől számított távolság okán az előző években 10, legfeljebb 15 ezer forint per tonna különbség volt a Matif-ár és az adott növénynek a hazai ára között, hát a szállítási távolság. Ezt kérem tisztelettel, jelenleg 30-40 ezer forint körül mozog. Ennyire nem emelkedtek a szállítási költségek. Tehát azért én nagyon szívesen meghallgatnék egy-két kereskedőt, hogy mitől ez az óriási különbség. Miért van ez? Hiszen hogyha most azt mondjuk, hogy most a búza nagyjából ugye a Matifon olyan 90 ezer és 90-100 ezer forint körül mozog, ebből levesztük a 30-40 ezer forintot, ami hát ez nem bírja el ez a termék. Szép lassan. Ezt nem bírja el ez a termék. Tehát nem tudom az okát, hogy az előző év 10-15 ezer forintja mitől lesz 30-40 ezer forint. Erre sajnos én nem tudom a választ, de nyilvánvaló, hogy az önköltségi ár marad végül is helye közel. Mármint a gazda zsebében. Igen, sajnos azt kell mondanom, hogy az idei évben nagyon sok gazdának még az önköltségi ár sem jön össze, hiszen ha egy kicsit is számolunk, 400 és 500 ezer forint körül van növénytől függően, az egy hektára esőköltség, most nem a cukorrépáról beszélek, mert az nyilvánvaló még sokkal több. Tehát itt szemes termékre, gabonáról beszélek. És hát ha kiszámoljuk ezzel a nyomott árakkal, hogy ehhez mennyi termés, mennyiség kell, hogy nullára kijöjjön, akkor bizony nagyon-nagyon szűkös vagy mínuszos a büdzsé. Hát azt hiszem, ez a szakemberek dolga, illetve hát az uniós mezőgazdasági tanácsok dolga, hogy ezt rendbe tegyék, mert nyilvánvaló, hogy ez valóban egy rendkívül furcsa állapot. Mindenesetre én örülök, hogy az elmúlt esztendők után, ha úgy tetszik, hellyel közel talpra állt a magyar növénytermesztés, és hát én azt kívánom, hogy azért legyen jó megint jövőre is körülnézni, most pedig majd várjuk az adatokat majd a későbbiekben, a kukorica és a napraforgó tekintetében. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket, hiszen nagyon fontos része az életünknek az agrárgazdaság, egyre fontosabb úgy tűnik. Köszönöm. Köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Zászlós Tibor volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért és állattenyésztésért felelős alelnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.